Hare Krishna, kedves bakták! Sripáti Prabhunak a kedves kérésére csinálom ezt a kis videót a táborról, amelyik most tartottuk meg Horvátországban. Volt 30 vendég, meg voltak pár bakta is pihengetni, voltak bakták, akik jöttek szolgálni, segíteni. Volt reggel dzsapa, 6 órakor, aki szeretett jönni, az részt vehetett, mindig volt egy kis dzsapa, 6 órától 7-ig, utána volt egy kis dzsapa séta, aki akarta jönni, egy kicsit legyen kis beszélgetés is. Persze reggeli, ebéd, vacsora. Kinek van Bhagavad Gita? Nagyon jó, oké. Akinek van, de itt? Itt nekem van, itt nem, csak szobában van mindenki? De délelőttként főleg volt lecke, előadás, karma törvényről, de természetesen azzal kezdődött, hogy lélek vagy, nem vagy ez a test, és így tovább. Nagyon jó volt, teljesen új személyek tudták, akik még sose találkoztak ilyen témákkal, tudták belecsatlakoztatni és értenni, és voltak azok, akik elkezdtek dzsapázni. Voltak, akik bakták lették, egy házas pár, ők nagyon jó bakták lették, remélem a többiek is dzsapáznak már azóta. Ebéd után szabad program volt, mindenki ment nyaralni, és estenként mindenkinek a kedvenc programa volt ez a kirtán. Látjátok a képernyőteken is, hogy táncoltak és meg énekeltek, több, két óra, két és fél óra. És volt kirándulás, egyik legjobb kirándulás, ami a kedvencem, és mindig elmegyek. Van egy kolostor itt a szigeten, ami 500 éves. Már nem működik, már múzeumként, állammúzeumként működik, de 3 szerzetes pap menekült a törököktől, és elbújták. Most csak nagyon két szóban mondom, elbújták egy barlangba, egy ilyen völgybe, hegyek, sziklák között, és 300 vagy 400 év alatt kiépítették csodálatos kolostort, és képzeljétek el, önfenntartó volt. Nekem nagyon tetszett, mert inspirálta Krishna völgynek a, hogy ilyen
hogy már működött modell van, és hogy inspirált, hogy Krisna völgynek a modellje az biztos működőképes. És akkor volt ott méhészet, kőkaptárokból, kőből készült kaptárokban volt méhészet, birkák, volt gyapjú, akkor volt must, vagy szőlőlé, persze bor is volt, és minden, nem mi volt senki a szigeten, vagy a kolostorban, és a három papnak mindig dolgozott 30 személy, akik látták, hogy ezek a papok tényleg nagy tudósok és nagy-nagy lelki személyek, mert hogy kibújna el egy ilyen eldugott helyre, tényleg nagyon eldugott helyen van, sose lehet csak úgy véletlenül rátalálniuk. Ez nagyon látszott, hogy a személyek, akik ott önkéntesen dolgoztak, nagyon lelkesen részt vették a misszióban, és nem kapták fizetést, hanem csak ellátmányt kapnak, minden, ami kell hozzá. És ugyanakkor a gazdasági rendszer nagyon nagy volt, nagyon jól működött, de sose adták el pénzért, hanem becseréltek, elmentek a nagyföldekre, Bécsbe, Olaszországba, és akkor ott a saját árut becseréltek arra, amire nekik szükségük volt, és akkor hozták, és akkor így volt. Iskolát is nyitották ott, a kolostorban, három faluból járták gyerekek, egyik falu 5 kilométernyi, egyik 3, másik 2,5, és minden öbbet gyalogoltak a gyerekek, és adományként közbe, a séta közbe fát gyűjtötték, és vitték fát a tanároknak, a guruknak. Igazi gurukola volt, és a konyhájuk, ami volt, az működött úgy, hogy a tűz, hát 400, 1551 vagy 2 oda mentek, és 1963-ig működött a kolostor. Szóval odáig, annyi ideig égett a tűz, és gyerekek fenntartották. És természetesen más falukból jöttek oda, és volt nagyon jó közösség, akik jártak oda imádkozni. Én úgy tudom, hogy nők nem járhattak oda, mert ez férfi kolostor, oda nem mehetek. De képzeljétek el, hogy 400 éven keresztül működött a kolostor. Ez nagyon csodálatos, ez most részleteken nélkül, a hírek keretek belül csak gondoltam, megosztom a kedvenc helyemet. Igen, este kirtánok, reggeli dzsapa, előadások. Egy jó, szép program volt. Lehet, hogy jövőre is jövünk, természetesen. Krisna völgynek jó adományt is adományozták a kedves vendégek és résztvevők. Köszönöm szépen, kérem adjátok az áldásotokat, ami látjátok a képernyőken a személyeket, legyenek bakták. Rádésámnak a baktái legyenek. Hare Krishna!
Thank you.